Szeretettel köszöntök mindenkit a ma délutáni Darmabeszéd bevezetőjén. Ma rám esett ez a megtiszteltetés, hogy én mondjam el nektek a Darmabeszéd előtti bevezető szöveget. Köszönet értem. Ilyenkor egy picit izgulni szoktam, mert nem tudom, hogy mit mondhatnék. Hiszen itt vagytok, és ilyen ragyogó szamákkal néztek rám, és várjátok, hogy valami nagyon bölcset és okosat mondjak. Hát ez valószínűleg nem fog megtörténni, úgyhogy ne legyenek ilyen elvárásaitok, de hát így az elvárásmentességet gyakoroljuk már egész nap, illetve aki tegnap óta itt van, tegnap óta, az gyakorolhatta velünk hiszen az erről is szól, hogy, hogy engedjük el az elvárásainkat, engedjük el az illúzióinkat, és próbáljunk meg visszajönni a jelen pillanatába, itt lenni száz százalékig, és a jelenben tapasztalni. Ne essünk szét múltra, jövőre, illetve az abszolútnak vélt jelenre, hanem tényleg csak a pillanatban legyünk benne, és a pillanat tisztaságát próbáljuk megélni. Miért is fontos ez? Hát szoktuk mondani, hogy a múltra, jelenre és jövőre tagolt tudat, az nem érheti el a felébredést. Mi pedig azért is vagyunk itt, tehát remélhetőleg azért vagytok itt mindannyian, hogy elérjük a felébredést, és egy jobbik önmagunkat valósítsuk meg ahogy Csongasszonyom szokta mondani, egy 2.0-as önmagunkat valósítsuk meg, amelyben több az együttérzés, több a szeretet, jobban tudunk egymáshoz kapcsolódni, picit kevesebb az ítélet, az előítélet bennünk, és jobban látjuk azt, hogy a padló barna, a fűzöld és az ég tényleg kék. Nagyon nehéz az illúzióktól megszabadulni, hiszen sokszor még azt látjuk, hogy egyáltalán benne vagyunk. De miért is lehet ez? Erről az avatam szakasz útra jut eszembe, amely így szól, hogy ha meg akarod érteni a világegyetem működését, fogd fel úgy, mint amit egyedül a tudat teremt. Ezt a mondatot sokáig nem értettem. Még most sem értem igazán, csak próbálom tapasztalni, hogy mi az, amit egyedül a tudat teremt. Tehát ezek az illúzióink, az illúziókkal terhelt hétköznapok, mikor azt hiszük, hogy ez a pohár, ez, ez félig tele van, vagy félig üres. Pedig ez a pohár, ez csak egy pohár benne vízzel, egy adott mennyiségű vízzel. Se nem jó, se nem rossz. Csak olyan, amilyen. Éppen ilyen. És ezt fogadjuk el annak, amilyen most. És ne rakjuk rá azt, hogy de jó, hogy ebbe a pohárba most ennyi víz van, vagy ennyi víz hiányzik belőle, vagy ez a pohár nekem tetszik, vagy nem tetszik. Csak próbáljunk megmaradni a pillanat tisztaságában, és látni a dolgokat olyannak, amilyenek. Az eleinte, hogy reggel is hallhattátok, ez olyan, mint amikor bemész a csoki gyárba, és rájössz, hogy a, a csoki gyár nem édes, hiszen ott készülnek a csokik. De hogy ahhoz, hogy ez elkészülhessen, nagyon sok verítékre, néha könnyekre, néha nevetésre, kitartásra van szükség. És ezt mind át is élhetitek, mikor leültök a matracotokra, és elkezdetek zán gyakorolni. És ezen az úton, ahogy belépünk a, a csoki gyárba, belépünk a saját világunkba, láthatjuk, hogy tényleg magunk teremtjük a világot olyannak, amilyennek. Önünk függ, hogy ez a világ, ez egy jobb hely lesz, vagy egy rosszabb, hogy ebben a világban mi magunk hogy tudunk élni. Hogy segítő készen fordulunk oda a másikhoz, vagy pedig néha dühösen, néha agresszívan a saját elvárásainkat rávetítve a másikra. Pedig lehet, hogy a másik nem tett semmit. Csak megkérdezte, hogy hogy vagy. Te pedig épp balábbal keltél fel, és azonnal leharapnád a fejét, hogy miért mert érte hozzám szólni. Pedig ő csak megkérdezte, hogy hogy vagy. Tehát itt is ráraktuk a másikra az illúziónkat. Úgyhogy próbáljunk meg ettől tartózkodni, próbáljunk meg benne maradni a pillanat tisztaságába, és tényleg oda fordulni a másikhoz, embertársainkhoz. Hiszen, hogyha gyakorlod a zent, gyakoroljuk a zent, vagy egyéb másik hagyományt, amelyikben te éppen otthonra találtál, megtaláltad benne az alfa hagyományodat, és törekszel a felébredésre, akkor bizony előbb-utóbb tapasztalhatod azt, hogy minden egy. Hogy a mi igaz önvalunk, aminek nincs élete, nincs halála, ami bennünk lát, szagol, érez, az egy, az közös. De minden más, az egyedi. Mindenki máshogy néz ki, más testben van, más karmát visz magával. Viszont ez a közös önvaló, ez mindannyiunkban ott van. Ugye a Mahajána így ezen azt mondja, hogy ébredj fel és segíts másoknak. Hát tényleg azért vagyunk itt, hogy próbáljunk meg felébredni, próbáljunk meg az illúzióinktól megszabadulni akár fájdalom árán is, és segíteni a másiknak, segíteni embertársainknak, hiszen hogyha jó végig gondoljuk, hogy mi az életünk értelme, mindenki erre más, fog kap, más választ fog kapni, de hogyha ezen meditálsz sokat, gondolkodsz sokat, érzel sokat, benne vagy a pillanatban sokat, akkor tapasztalhatod azt, hogy mi ez hogy a kérdés is hangzik a meditációs technikában, hogy, hogy mi ez valójában, és mi az élet értelme, te milyen értelmet adsz az életednek. Azt adod neki, hogy segíted a, te a többieket, nyílt vagy, őszinte vagy, illúziómentesen próbálsz élni, vagy pedig azt adod, hogy rávetíted a másikra az elvárásaidat. Ahogy hallottátok, a délelőtt folyamán és a mai nap folyamán gyakorolhattuk is, ez a tiszta önvalóhoz való eléréshez több technikánk is van, már az előbb említettem a, a mi ez kérdést, így félig. Remélem, hogy mindannyian ki tudtátok próbálni, hogy milyen ezzel meditálni, és így picit közelebb tudtatok kerülni igaz önvalótokhoz. mi ezzel, hogyha ha tovább kérdezed, és nem csak úgy teszed fel a kérdés hogy mi ez, mi ez, mi ez magadban, hanem tényleg ráirányítod önvalódra, és visszamész az eredetéhez, hogy ez honnan is jön, akkor vagy dalma beszédekből, vagy a tanítóktól megtudhatod, hogy ez eredetileg a hatodik pátriárkától, hűnénktől származik, és a kérdés az így szól. Mikor nem gondolsz jóra és rosszra, mi az eredeti arcod? mi az, ami tényleg bennünk látszagol érez, mi az, ami illúziómentesen tud lenni itt a pillanatban. És nem baj, hogyha ha tényleg eleint úgy érzed, hogy, hogy ezen a helyen itt, most szembe kell ülnöm magammal, és akkor látom a saját poklomat, a saját démonjaimat, a saját kivetüléseimet, és akkor most, most ez a valóság, most úristen, most mi történik? Hogyha ilyet tapasztaltok, akkor ne ijedjetek meg. Ugye erre már utaltunk délelőtt is kiváló tanítónk által. Ugye Málda Benedek mondta, hogy, hogy ezzel ne foglalkozz, hanem tényleg csak lásd úgy, ahogy van, és engedd el. És nehéz ezt megtenni, nehéz azt elérni, hogy, hogy csak ott ülsz, a párnádon próbálsz benne maradni a pillanatban, próbálod elveszteni az illúzióidat, próbálod ezzel a nagy kérdéssel elérni igazi önvalódod, és közben azt látod, hogy, hogy ilyen, ilyen borzalmas állatkert, a Jurassic World, az igazából a képes, amit benned megjelenik, és hogy ne azonosulj ezzel. És amikor én ezzel nem tudtam túljutni, megkérdeztem csongal Szunimot, hogy hát akkor mit is csinálják? Hát ezt látom, de én nem értem. Úristen, hát ez borzasztó. Most ezzel mit kezdjek? És egy, ha jól tudom, kínai idézettel azt felelte, hogy ha eleget ültél a folyóparton a falat, látni fogod az összes ellenséget hulláját lefelé sodródni az áradatban. És akkor abban a pillanatban, ahogy ezt kimondta, éreztem, hogy, hogy igen, tényleg, elég, hogyha csak ülsz, elég, hogyha csak látod, és a látás által, a vítja, tapasztalata által megszabadulsz Megszabadulsz attól a tévképzettől, hogy te milyen személyiséget, milyen avatárt építettél föl, és látod, hogy ez az avatár ez tényleg csak egy épített valami. És ennek az épített valaminek minden egyes darabkája cserélhető. Tehát amit te fixnek gondolsz önmagadban, azt ne hitt, hogy fix. Minden egyes apró darabkánkat meg lehet változtatni. És hogyha jó minőségeket építünk ki magunkban, akkor ezzel a javított önmagunkkal tudunk a világban működni, jobban tudjuk felismerni a helyzetünket, és jobban tudunk kapcsolatot is teremteni egymással. Ezáltal egy jobb világot tudunk teremteni önmagunknak és másoknak is. Azt kívánom nektek, hogy, hogy üljetek minél többet a párnátokon, Hogyha nem nálunk, akkor egy másik hagyományban, amit ti alfa hagyományként megtaláltok önmagatoknak. Ne féljetek attól, hogy milyen dinoszauruszok, sárkányok, tigrisek, egyéb állatfajták vadásznak rátok. Ne, ne reagáljatok rá, csak maradjatok ott sziklasziráldan a pillanatban, lássátok, és tényleg üljetek a folyóparton, és engedjétek el. Ezáltal, mikor ezt eléritek, az, hogy próbáltok nem reagálni rá, és sikerül egy picivel tisztább pillanatot megteremteni. Törekedtek még inkább a felébredésre, amit kívánok nektek, hogy, hogy sikerüljön elérni, és azt követően ezt a tapasztalatot megfelelően használni, ezáltal segítve önmagatokat is, a környezeteteket is, és az egész világot, hogy tényleg egy egy jobb világot teremthessünk magunknak és mindannyiunknak. Köszönöm szépen!